Üdvözlet mindenkinek, itt az infobubble.hu weboldalon 2023. február 9-e van. Ezúttal Magyarországról, illetve külpolitikai helyzetünkről lesz szó. Továbbá megnézzük, hogy mi is ez a nagy szerelem a szerbekkel, ami számomra egy új jelenség, mielőtt belevágunk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Jártó Péter, egy rövid videóját fogom megmutatni, nem tudom, hogy hol volt ez a beszélgetés, valamilyen fajta Belgrád-Budapest vasútvonal felújításáról van szó, de nézzük. Mi magyarok és szerbek, szerbek és magyarok, a nemzeti érdekeink alapján szoktunk dönteni, és így van ez most is. És úgy döntöttünk, hogy igenis kivesszük a hasznunkat ebből az új világrendből. Mindkét ország a kölcsönös tiszteletre alapuló, pragmatikus együttműködés folytat Kínával, és mindkét ország sokat is profitál ebből. Mint ahogy sokat profitálunk, mindkét nemzet a Budapestet, Belgráddal összekötő vasútvonal felújításából. Ezért mondtam azt, hogy egyértelmű, hogy kialakulóban vannak valamiféle nemzetközi frontvonalak diplomáciailag is, hiszen ő is, meg a későbbiekben Orbán Viktor is beszél erről a szerb-magyar kapcsolatról, orosz, kína, mi általában velük vagyunk jóba azokkal az országokkal, akik tőlünk keletre vannak. Hogy mi lesz ennek a következménye, nem tudom, de azt meg kell értenie mindenkinek, hogy az egész ország, olyan pozícióban van, mármint geológiailag, földrajzilag, hogy a választó vonalán van a két világnak, a nyugatnak és a keletnek. Szóval feltételezem, hogy ezt navigálni kell valahogy, mint egy politikus, hogy jóban legyen az ember mindenkivel. Ha tőlünk nyugatra megyünk, azt már nyugatnak hívják, Ausztria és a többi utána. Hogyha keletre megyünk, azt viszont már keletnek hívják, Ukrajna, Oroszország. Így tehát a kérdés felmerül, hogy mi Magyarország akkor melyikhez tartozik, és szerintem valójában egyikhez sem. Ez adja ezt a különleges pozíciót, amiben mi találjuk magunkat politikailag, gazdaságilag, és szerintem társadalmilag, kulturálisan is. Nézzük tovább ezt a videót. Nagy a verseny azért, hogy a görög kikötőkből melyik szállítási Onal lesz a leggyorsabb Nyugat-Európa irányába. És persze mi dönthettünk volna úgy is, hogy nem nevezünk be ebbe a versenybe. De akkor más országoknak kedvesztünk volna, mi pedig vesztettünk volna egy lehetőséget. Ez a beruházás munkahelyeket hoz létre, közelebb hozza egymáshoz a két fővárost, és végső soron a két országot is. Ha tetszik, ha nem másoknak, mi magyarok és szerbek, szerbek és magyarok, az új világrend nyertesei közé akarunk tartozni. Hoppán úgy tűnik, hogy ő megint csak valamiféle új világrendről beszélt. Akkor az az új világrend az csak nem egy összeesküvés elmélet, vagy egy ilyen képzelgés. Ezt az emberek látták, akik értik a politikát és az összefüggéseket a dolgoknak, és az atya megmutatta nekik. Azok mind látták ezt évtizedekkel ezelőtt, és beszéltek róla, hogy egy új világrend van kialakulóban. Most pedig már lehetetlen tagadni ezt, szerintem akár mennyire is szeretné az ember földbe a fejét. Ha tetszik, hanem másoknak, mi, magyarok és szerbek, szerbek és magyarok, az új világrend nyertesei közé akarunk tartozni. Az előző videóban bemutattam, hogy a Nagy Magyarország milyen hatással van, vagy az az elképzelés milyen hatással van az egész politikai életre. Én szerintem negatívan befolyásolja a helyzetünket, de pontosan ez is a célja. Mindez a nemzeti öntudatnak, a felébresztése, támogatása, ez egyértelműen ellentmond azzal, ami az új világrend törekvése. És én nem azt akarom mondani, hogy az új világrend jó, csak azt akarom mondani, hogy úgyis így is úgy is az lesz a világ falu. Tehát minden nemzeti törekvés az ellene van annak, ami alátámasztja azt, amiről beszélek, hogy Magyarország szánt szándékkal sodródik el kelet felé, távolodik a nyugati idézőjel bevett kultúrától és civilizációtól, ami ezt a világpalut szeretné meghonosítani az egész földön. Ebből azt a következtetést kell levonnunk, hogy egy ponton választanunk kell majd, hogy a saját nemzeti érdekeinket hajlandók vagyunk-e feladni, vagy pedig nem, de most egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Olyannyira nem, hogy amit mond ebben a videóban, az még inkább aggasztó azok számára, akik problematikusnak találják a magyar politikát, különösen a külpolitikát. Azt írta rólam az ellenzéki sajtó, hogy én burkoltan megfenyegettem a nyugati vagy európai nagyköveteket, hogyha belavatkoznak a választásba, akkor majd baj lesz az együttműködéssel. Kikérem magamnak, teljesen nyíltan fenyegettem meg őket. Nyíltan és világosan beszéltem. Nyíltan és világosan. És elmondtam nekik, elmondtam nekik szemtől szembe. Ott ültünk, ott ültek 26-an, meg én, és elmondtam nekik, teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Hogyha a magyar parlamenti választás során szükségét érzik annak, hogy közös platformokról bírálják a magyar embereket, a magyar választási folyamatot, a magyar politikai szereplőket, és beavatkoznak a magyar választásba, tényleg majd lesz az együttműködés. Konkrétan meg is mondtam, mi lesz, osztályvezetői szint fölött nem fognak tudni kapcsolatot tartani a magyar államigazgatással. Mert világosan kell beszélni. Mert elég van abból, hogy minket hülyének nézzenek, hogy minket megicsinyeljenek, meg hogy ilyen lekezelő módon bánjanak. Nem tudom, ki milyen következtetést von le ebből, amit ő beszél itt, de valamiféle erőnek állnia kell a háttérben, hogyha egy olyan kis ország, mint Magyarország ekkora magabiztossága képes, meg akar fellépni az egész Európai Unióval szemben, és szerintem ez az erő, ami a háttérben van, maga a tudat, hogy Oroszország, illetve az ő keletre tőlünk el vannak kötelezve Magyarország mellett, hiszen ők pontosan tudják a geopolitikai jelentőségét ennek a területnek Európa közép-keleti részén. Érdekes jövő elé nézünk, az biztos, hogy hogyan fog alakulni, az egész a fogalmam sincs róla, de egyenlőre még homályba vész a pontos végkifejlet, azt lehet tudni, hogy óriás problémák következnek, hogy mi jó, jó oldalt választunk-e vagy sem, szerintem nem lehet jó oldalt választani, ha valaki nem a teremtő mellé áll, akkor annak így is úgy is mindegy. Mielőtt elbúcsúznék, amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és halleluja!